39 festményt és 25 grafikát láthatnak az érdeklődők a Derkovics 130 kényszerű különállás Derkovics Gyula művészetében című tárlaton. Szombathelyen még soha nem látott alkotásokat is bemutat az életmű kiállítás. Egy részük a képtár gyűjteményéből származik, de kölcsönöztek munkákat a Nemzeti Galériából, a Nemzeti Múzeumtól és a Pécsi Janus Pannonius Múzeumtól is. A megnyitón Cebula Anna kurátor úgy fogalmazott, Derkovics életművének számos darabja magában hordozza a szülővárosában megtapasztalt hangulatokat, színeket, érzéseket, Szombathely atmoszféráját. A szombathelyi képtár azért épült meg, hogy Derkovics hagyatékát ápoljuk. Ezért időről időre kiállításokat szoktunk szervezni. A mostani kiállítás 11 szegmensen keresztül mutatja be Derkovics Gyulának különböző alkotói témáit. Ami az egyik legérdekesebb, az a három halas csendélet, mely most először Budapesten kívül együtt látható. A szombathelyi születésű nemzetközi hírű alkotó a helyi identitás fontos eleme. Erről beszélt Horváth Soma. Szombathelyt Derkovics városának is szokás nevezni. Egy olyan alkotó emlékezünk, akinek művészete mélyen átította a város kultúrás örökségét. Nem véletlenül is, hogy nem véletlenül egy egész városrész, általános iskola, és őt emlékét egy szobor a Szombathelyi Rohonszi úton, és emléklábla egykori szülőházánál, a mai Mátyás király utcában. Ugyanis Derkovics nem csupán a maga korában, de azóta is mély nyomot hagyott a magyar, illetőleg a szombathelyi művészeti oktatás életben is. A kiállítást Várkonyi György művészettörténész ajánlotta az érdeklődők figyelmébe. Egy Derkovics kiállítás a világ legmagától értetődőbb dolga, és én most nem is az évfordulós alkalmat hangsúlyoznám, hanem talán azt, ami számomra egy muzeológus számára minden ilyenfajta kiállításban nagyon kedves és nagyon fontos. Az, hogy egy ilyen alkalommal az állandó kiállításokon szereplő főművek, festmények és a raktárakban meglapuló tanulmányok, rajzok, amelyek szerves kiegészítői az életműnek és egy-egy műnek, azok együtt láthatók, és ez az együttállás, ez az együtt láthatás, ez bizony az időszakos kiállításokon valósul meg. Az érdeklődők szombaton ingyenes tárlatvezetésen vehetnek részt, amit Cebula Anna, a kiállítás kurátora és Szántó István festőművész tart közösen.